Egyszerre több kombájn is dolgozik a 38-as főút mentén lévő búza földön nyírtelek közelében. Itt a hét elején már nem okozott gondot a nedves talaj, így meg tudták kezdeni a búza betakarítását. Az eddigi tapasztalatok alapján átlag feletti a terméshozam, és a termény minősége is kielégítő. Ez főleg annak köszönhető, hogy a tavalyi évvel ellentétben rendszeresen és éppen elég mennyiségű csapadékot kapott a fejlődő növény az előző hónapokban. Tavaly gyakorlatilag bő 50% termést takarítottunk a nagyaszály miatt. Jelenleg nagyon jó termés mutatkozik. Azt kell, hogy elmondjam, hogy kezdve az őszi vetéstől egészen napjainkig a búza optimális időt kapott, tehát össze volt megfelelő csapadék, vetéskor jó talajmunka sikerült, tehát jó minőségben jó fajtákat elvetni. Tavasszal is a szükséges csapadékot megkapta a búza, nem szorult meg, és úgy néz ki, hogy hát itt is valóban, vagy valószínű, hogy rekordot fogunk betakarítani. Pásztor András hozzátette, a legjobb táptalajú területeken hektáronként a 8 tonnát is meghaladja a terméshozam, az átlag pedig 6 és 7 tonna között alakulhat a társaság kezelésében lévő földeken. Most már úgy látszik, hogy a korábban elfoglalt raktárak sem jelentenek gondot, lesz hol tárolni a betakarított terményt, annak ára viszont még erősen kérdéses. A gazdák abban reménykednek, hogy a világpiaci helyzet rövidesen változik, így a jelenleginél lényegesen jobb áron értékesíthetik a búzát. Egy nagy termés esetén is, hogyha nagyon alacsonyak az árak, ugye akkor az önköltség, hát lényegében mi úgy kalkulálunk, hogy ez a 6,5-7 tonna átlag, az gyakorlatilag egy nullát fog okozni. Ennek oka ugye igen magas input árak, elsősorban a műtrágya, vegyszerek, minden egyéb költségek, alkatrészek, stb. Tehát én úgy gondolom, ez már maga jó eredménynek számít, csak ehhez még egy kell, hogy vevő kell. Hát jelenleg a vevők nem tolonganak, bízunk benne, hogy ha ugye az összeadatás lezajlik, a világpiacon is felmérik a helyzetet, és én bízom benne, hogy javulni fognak az árak, és hát mi szeretnénk egy 7-8 ezer forintos árat legalább elérni, én úgy gondolom, hogy az lenne tisztességes. Tavaly egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében összesen 22 ezer hektáron takarítottak be búzát, az átlag termés pedig mindössze 3 tonna volt egy hektáron. Idén a két évvel ezelőtti 6 tonna körüli hektáronkénti terméshozamot jósolják a szakemberek.